2015. december 5-én már 24. alkalommal rendezték meg a hagyományos Mikulás Kupa úszóversenyt Kistarcsán a városi úszodában. Ez a 24. Mikulás Kupa, ez azt jelenti, hogy amióta az úszoda áll, azóta minden évben hagyomány ilyenkor Mikulás környékén, ma éppen úgy esett, hogy pont Mikulás napján rendezzük ilyenkor télen a Mikulás Kupát. Ez egy amatőr úszóverseny, igazából nem is nagyon szeretjük, hogyha versenyzők, igazi profi versenyzők jönnek. Általános iskolásoknak, óvodásoknak van meghirdetve a verseny. Főként, aki úszás oktatásból kikerül, vagy még alacsony szinten, tehát nem került olyan, nem olyan régóta jár úszni, hogy komoly nagy országos versenyekre járjanak. Főként őket várjuk erre a versenyre mindig. Idén nagyon szép számmal jelentkeztek, és úgy néz ki, hogy kegyes hozzánk a időjárás, vagy a nem is tudom, hogy minek mondjam, mert most szerencsére kevés a beteg gyerek ebben az időszakban. Az elmúlt években nagyon sokan lemondták, betegek voltak, és most úgy néz ki, hogy majdnem 250 indulónk van a versenyen. Három korosztályban, igazából 6 korosztályban, 6 évjáratban, 3 csoportban versenyeznek. A 5 évestől a 12 éves korig várjuk a kisfiúkat, kislányokat. A megmérettetésen a gyerekek különböző versenyszámokban is indulhattak. A legkisebbek azok hát és gyorsúszásban indulnak, mert mostanában az a irány, hogy hátúszásban, gyorsúszásban könnyebben tanulnak megúszni a gyerekek, tehát őnekik hát és gyorsúszás van, és egy érdekesség, amit nagyon szeretnek az egy szülő, egy gyermek váltó. A nagyobbaknál bejön a mellúszás, ez a 2007, idén a 2007-2008-as korosztály, és a legnagyobbaknál hosszabbodik a táv, már 2 hosszat 50 métert úsznak, illetve a legnehezebb számban a 100 méter vegyes úszásban versenyeznek a 10-12 évesek. És itt pedig csoportok, iskolák 4-es váltót, tehát 4 fő, akár fiú, akár lány, egy csapat, egy váltó. Így mérik össze a tudásokat. A versenyre Kistarcsán kívül a környező településekről, valamint Budapest közeleső kerületeiből is érkeztek résztvevők. A Kolozsvár általános iskola, Hartyán általános iskola, Kapocs két tannyelvű általános iskola, akkor a közelből itt Kerepesről, a Széchenyi iskolából, Csömörről, a Mátyás király általános iskolából, Isaszegről, Gödöllőről, Hajós iskolából, a Waldorf iskolából, a Veresegyházi Fabricius általános iskolából, és természetesen a helyi Simándi iskolából. Általában e két iskola között dől el a kupa sorsa, mert aki a legtöbb versenyzőt hozza, az nyeri a Mikulás kupát. Ezen kívül még két kis kupánk van, a legeredményesebb a fiú és legeredményesebb leány versenyző, a legidősebbek korosztályában ők nyerik majd a kupákat. A Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Klub utánpótlás csapata számos lelkes gyermektagot számlál, akik a sok edzés mellett rendszeres indulói, eredményes szereplői is a helyi versenyeknek. Ide járok a Kistarcsai VSRC-be, és hát úszni, azt nem tudom pontosan, hogy hány éves. Hát kiskoromban elkezdtem úszni. Milyen gyakran jársz ide edzésre az úszodába? Hát elég gyakran. Hetente hány alkalommal? Azt meg tudod-e mondani? Hát hétfőn járok 2-szer, szerdán is 2-szer, pénteken 1-szer és szombaton 2-szer. Jártál-e már máskor úszóversenyen, akár itt a Mikulás kupán, vagy a Nyuszi kupán, és milyen eredményt értél el? Mikulás kupán 3. 2 arany és 1 ezüst. Nyuszi kupán 3 arany. Melyik az az úszásforma, amiben a legjobbnak érzed magad, ami a kedvenced? Gyors. Csinálsz-e még az iskola mellett másféle elfoglaltság?
Hát, tornázok, úszok, meg ilyenek. És ezek közül az úszás az hányadik helyen szerepel? Hát, első. Hát apukám vízilabdázik, testvérem ugye ide jár, ugyanúgy, csak ő már nem jön versenybe. Egy héten hányszor szoktál edzésre járni, és erre a Mikulás kupára mennyit készült? Ötször szoktam járni, és nem annyira készültem fel, de ahhoz képest igen. A Mikulás kupa megvalósulását minden évben számos támogató segíti. A versenynek a fő támogatója természetesen a helyi önkormányzat, Kissarcsaváros önkormányzata. Évek óta visszatérő szponzorunk a Transoflex szállítmányozási cég. Újra nagyon nagy segítséget nyújt a rendezésben már 3 éve a Decathlon. Az Illés cukrászda a váltóknak a tortáját biztosítja minden évben. Évek óta azt hiszem, hogy amióta a Mikulás kupa létezik, a Kalmár Állvány Kft. Biztosítja a lelátót a nézők számára. A Major Video Kft. Ad nagy segítséget. A Napról Napra reklámújság segít a terjesztésben, a hírverésben. És új támogatóként a Cibere Hús Kft. Lépett be most a támogatók sorába. Köszönjük nekik a sok-sok segítséget. A támogatókon túl a verseny lebonyolításában is jó néhány szervező segítkezik. Zömmel az uszoda dolgozói, akik ilyenkor helyt állnak, meg azok, akik itt az uszodában edzősködnek, ők biztosítják a időmérést, a lebonyolítást, és régi kedves segítőnk, aki sok-sok évvel ezelőtt volt segítőnk, a speakerünk, a Tóth Pál visszatért, és most ő aki lebonyolítja a versenyt igazából. Az eredményhirdetésen korosztályonként a versenyszámok első 3 helyezettjei, illetve a váltók győztesei állhattak fel a dobogóra, így összesen mintegy 124 díjat osztottak ki. A legkisebbeknek a Mikulás, a nagyobbaknak pedig Solymosi Sándor Kistarcsaváros polgármestere adta át az érmeket. A Mikulás kupát 39 versenyzővel Kistarcsa csapata vihette haza, megelőzve a 34 fős Veresegyházi csapatot. A verseny valamennyi indulója közül a legeredményesebben szereplő leányúszó Hertelendi Luca lett, a fiúk közül pedig Juhász Áron teljesített a legjobban. A Mikulás kupáról azonban természetesen egyetlen versenyző sem térhetett haza üres kézzel, hiszen a szervezők minden résztvevőt Mikulás csomaggal és a kupa időpontjával és logójával ellátott pólóval ajándékoztak meg. Ezen kívül pedig valamennyi gyerkőc egy jó hangulatú versenyélménnyel is gazdagodhatott.